úgy fogalmazott Rutko, hogy én vagyok az érintett. A leginkább érintett ebben a pillanatban. Hát meg még a kettőnk közül a leginkább, hármunk közül a leginkább érintett. Na, Halka István oktatáskutató vendégünket is bevonva. Jó reggelt kívánok, és hogy miről beszélünk. Egy évvel ezelőtt ilyenkor, és utoljára most szombaton izgulta magát halálra a nagy család egy felvételiző gyereken, aki halálra készülte magát hatosztályos gimnáziumba 12 évesen hatodikosként. Nagyon sokat tudunk, és fogunk arról beszélni, hogy mi a hátránya ennek a felvételi rendszernek, legalábbis azt gondolnám, lehet, hogy ez egy alaptalan prekoncepció a részemről, de hadd kérdezzem meg fordítva. Ezt már reggel, amikor ezen gondolkoztam, kitaláltam, hogy szeretném öntől megkérdezni. Van bármi értelme a középiskolai felvételinek? Nagyon röviden válaszolva, egyáltalán nincs semmiféle értelme. Ez egy olyan, hogy is mondjam, csak társadalmi szokássá vált, annyira mélyen belén kivódott, hogy a gyerekeket mindenáron szét kell osztani valahogyan az iskola rendszerben a különböző típusú iskolák között. Mi állandóan abban gondolkodunk, hogy a gyerekeinknek kell igazodni az iskolákhoz, meg kell keresni a nekik való iskolákat, miközben a pedagógia pont azt igényelni, hogy pont fordítva legyen a dolog, és az iskolák igazodjanak a gyerekekhez. Ez számunkra egyáltalán nem egy megszokott gondolat, és nem ez szerint cselekszünk. Aki persze nem érti azt, amit most mondott, annak milyen példát tudnak, konkrét példát, jó gyakorlatot mondani, ha valaki most azt mondja, hogy hogyan igazodjon az iskola a gyerekhez? Talán egy hasonlat vagy metafora segíthet ebben a dologban. Ha úgy képzeljük el, hogy az iskolák színesre vannak festve, egyszínűre, van egy piros iskola, van egy zöld, egy kék, egy sárga iskola, és így tovább, akkor elkezdjük a gyerekeinket is ilyen színűre festeni, ez és akkor van. A piros iskolába a piros gyerekek fognak járni, a zöldbe a zöldek, és így tovább, miközben valójában ma már annak kellene igaznak lenni, hogy minden iskola sokszínű, és tud alkalmazkodni azokhoz a gyerekek, ezek éppen hozzájuk kerülnek. Igen, de a magyar oktatási rendszer erre fel van-e készülve, mert ugyanis évente mit látunk? Látunk nagyon sok stresszelő szülőt, még több és még jobban stresszelő gyermeket. Kétség gyereket. És különböző szám adatokat nézünk, és messiásként várunk különböző SMS-eket, hogy igen vagy nem. Igen, csak ennek a problémának nem az lesz a megoldása, hogy illetve egyáltalán nem nincs ilyen jellegű megoldása, hogy megpróbáljuk egyre szofisztikáltabban csinálni ezt. Megpróbáljuk minden évben egyre idegesebbek vagyunk ettől az egésztől, holott valójában arra lenne szükség, hogy gyökeresen átalakítsuk ezt a először is az iskola rendszert, és akkor azt követően pedig a magatartásunkat is hozzáigazítanánk egy nagyon más iskola rendszerhez. Ahogy említette, ez nem csak hogy tavaly vezették be, hanem ez egy évtizedes gyakorlatilag bevett gyakorlat, szinte már mindennaposnak vagy teljesen elfogadottnak látjuk, de például akkor, amikor Finnországot emlegetik, mint valamiféle követendő példát, vagy a skandináv modellt szokták mondani. Például náluk ez hogy van? Úgy van, hogy ott sokszínűek az iskolák. Tehát, hogy nincs felvételi? Nincs felvételi. Hogy egészen pontosan a szisztéma milyen, azt persze én sem ismerem, de minden esetre sokkal, de sokkal kevesebb stresszel jár a gyerekeknek az oktatás útján való végigmenetele. Eleve hosszabb az a része az iskolának, amely még mindenki számára ugyanaz. És hát vegyük tudomásul, hogy Finnországban egész egyszerűen a szülők a legközelebbi iskolába viszik el a gyerekeket, és ott tanítatják, és ez ott borzasztóan természetes, mert tudják, hogy nem érdemes elvinni Isten tudja hány kilométerrel arrébb a gyereket, mert ott ugyanolyan oktatásban lenne része, egy magas színvonalú tudja, oktatásban. Tudja, mi fajta legjobban ebben az egész felvételés időszakban? Nem az, hogy a gyerek bekerül a legjobb helyre, hanem az, hogy az, aki nem tudja magának megengedni a külön tanárt, vagy nem értelmiségi családban nő föl a gyerek, ahol egész délután apuka vagy anyuka foglalkozik vele, annak esélye sincs ma már lassan jól megírni ezt a felvételit, mert maga az iskolai tananyag nincsen viszonyban a felvételinek azzal a fajta szuverén gondolkodást, vagy logikát, vagy extra betett erőfeszítést követelő rendszerével, amit egy olyan gyerek nem tud megugrani, akinek a szülei nem fetszöltek bele mindent. Igen, magyarán arról van szó, hogy ez a közép és felső középosztály számára működő rendszer. A szülők nagyobbik része, és hát persze ezért a gyerekek nagyobbik része egyáltalán nem számíthat arra, hogy egyáltalán ilyen gondja legyen, nincs ilyen gondja, megy abba az iskolába, amelyikbe éppen tud, és örül talán, hogy bekerült egy szakgimnáziumba, persze egy gyenge szakgimnáziumba.
Tehát, hogy mondjam, ez csak egy meglehetősen szűk rétegnek az igazi problémája, és ilyenkor hallatlanul ideges, persze ő tudja hallatni a hangját a médiában, ezért aztán ilyenkor a fél ország ezzel foglalkozik. Ezért felhívtuk a figyelmet azokra, akiknek ez nem problémája, a középosztályé, akik elé, ahogyan ön 2017-ben nálunk is nyilatkozott, egy gátat tesz, és ők máshova mennek szakiskolákba. Ez egy tudatos rendszer ön szerint? Abban az értelemben igen, hogy Magyarországon az oktatáspolitikusok, az oktatásirányítók egyelőre nagyon tudatosan tartják fenn azt a rendszert, amely ma már ósdinak tekinthető, amely ezt a bizonyos szelekciós folyamatot szinte törvényszerűvé teszi, és ami nagyon sok kárt okoz. Nem csak ósdi, végtelenül igazságtalan. Igazságtalan, és így van, és nagyon nagy kárt okoz az országnak. Milyen szempontból okoz kárt az országnak? Ott kezdhetnénk akár, hogy gazdasági károkat is okoz, hiszen a gyerekeket nem tudjuk úgy nevelni az iskolákban, hogy kijöjjön belülük az, ami bennük van, hiszen sokan el vannak nyomva ebben a szisztémában, onnan nem lehet olyan könnyen felkülni, borzasztóan nehéz. Ha már pedig... az alapjogokat most adottnak vettük, hogy az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőség elvileg minden állampolgárnak járna, csak ettől fényévek. Pedig ott is ugyanolyan arányban találhatok jó adottságú gyerekek. Hát hogy a fenében? Hogyha már egy pillanatra közbeszólhatok az érintett asszony mellett. Ugye van egy felállított rendszer. Önök azt mondják, hogy ez nem korszerű, nem jó. Talán beleértelek ebbe téged is, mint érintettek, hogy ezt mondod. Viszont nyilvánvalóan az oktatás politikusok valamiért azt mondják, hogy jó, fenn kell tartani. Nem viszont az oktatás politikus, a politikusok. A politikusok. Oké, rendben van, akik oktatás politikusok is lehet, de tény, hogy ez egy megmerevedett rendszer. Viszont az, ami reform és ami átalakítás, az pedig ennek a rendszernek a széttörését jelenteni. Mennyi idő alatt lehetne átalakítani a rendszert? Mert valószínűleg ez nem máról hónapra, januárról februárra menne. Nyilván nem menne gyorsan. A finneknek sem sikerült ez olyan nagyon gyorsan, csak elkezdték valamikor. Azt mondták, hogy majd a jövőben valamikor ez meghozza az eredményeket, de tudjuk, hogy érdemes befektetni ebbe. És hát elkezdték már a 60-as években tulajdonképpen az átalakítást. Az első eredményei ennek a PISA vizsgálatokban 2000-ben jelentkeztek. Tehát ez egy hosszú évtizedeknek a foga. Jó, lehetne egy globális átvilágító rendszert csinálni azzal kapcsolatban, hogy amiről mi szinte napi szinten beszélünk itt a stúdióban, hogy mennyi felesleges dolgot tanulnak a gyerekek, hogy mennyi az a tudás halmaz, amit pontosan az érettségi napján hall legutoljára. Ebben az országban nem kell elmagyarázni, hogy 4 évtizedig tanult mindenki oroszul, és egyetlen mondatot tud, hogy a Mendelejev táblázatot senki nem... Izgultam, kihagyod a Mendelejev. Nem hagyom ki, mert az nekem egy sarokpont, mert én is érettségi napján hallottam utoljára. Tehát, hogy felülvizsgálni azt a rendszert, hogy mit oktatunk egyáltalán hasznos tudás szintjén, amit fel lehet használni a későbbiekben. Ezt nagyon felül kellene vizsgálni, de nem abban az értelemben, hogy akkor most nézzük meg, hogy most mit tanítunk, és kezdjük el kiválogatni belőle azt, amit meg kéne tartani. Nem ezt kellene csinálni. Azt kellene csinálni, hogy a pedagógusokat szabaddá kellene tenni ebben a kérdésben. Ő a saját osztályával, a saját gyerekeivel, akiket tanít, velük döntse el, hogy mi az, amivel foglalkozniuk kellene. Ezen radikálisan változtatni kellene. Egyébként ez megtörtént, tehát 2003-ban egy olyan nemzeti alaptanterv született, aztán 2007-ben meg is erősítették, amely ilyen szemléletű volt. Nem volt benne tananyag. Nem tudom, sokan elfelejtették már, ezt nem volt benne tananyag. Elvileg követelmény sem lett volna benne, de ebben már nem volt annyira következetes a nemzeti alaptanterv. Rá kell bízni az iskolákra, a pedagógusokra, hogy konkrétan azokkal a gyerekekkel mit lehet csinálni, nekik éppen mit kellene tanítani. Köszönjük, hogy nálunk ezt a reggel egyet, és hogyha már a pedagógusoknál tartottunk, akkor nyilvánvalóan fel lehetne dobni az újabb témákat, a fizetésemmel, a leheterheltséget és sok minden más. Köszönjük. A nemzeti alaptantervvel kapcsolatban a finn miniszterelnök, illetve oktatási miniszter mondta azt, hogy kérem önöket, kedves pedagógusok, hogy ezt az alaptantervet ne tartsák be. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.